Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Pomázi Német Nemzetiség Önkormányzat elnökét, Vargáni Sellei Máriát. Múltkori beszélgetésünkben sokkal vidámabb témáról, a farsangi sváb mulatságról beszéltünk, most egy kicsikét más apropóból beszélgetünk. Március 12 a következő jeles dátum a helyi nemzetiség életében, az elüzetés dátuma. Igen. Erről kérdezem, erről a szomorú, azt hiszem, helyi svábság, németség helyzetét, életét, igencsak megnyomorító, megnehezítő körülményről. Jó. Először is szeretném köszönteni a kedves nézőket, és örülök, hogy lehetőségem van erről a témáról egy picit röviden beszélni, mert lehet, hogy nem fog sikerülni, mert elég nagy rétű már. Tehát ez a, igen, a pomáziak életében ez egy elég szomorú esemény, mert 77 éve innen Pomázról 1035 lakost hurcoltak el, telepítettek ki, úgyhogy hát nem a legvidámabb, mert azért ez egy borzasztó esemény volt. Innen a Hév, ahol most a Hév állomás van, ott állomásoztattak vagonokat, és oda vagonírozták be az embereket, és hát ez egy borzasztó szomorú esemény volt. Volt, aki nem is igazán értette, hogy miről is van itt szó, és vidáman ment, mintha ugye új hazát ígértek nekik, és hát így. De ettől függetlenül, szóval ez egy szomorú fekete pont, a fekete folt a Pomáz életébe. Már itt Pomázon eléggé kibővült a megemlékezéseknek a helye. Most már 6 olyan helyünk van, ahol emlékezünk a kitelepítettekről. Ugye először is hát emlékezünk ott, a Hév állomásnál, a táblák előtt, ahonnan elvitték őket. Tehát itt is koszorúzunk, van egy rövid emlékezés, ugye már hosszú beszédről már mindenki tudja, hogy itt miről is van szó, de fontos az, hogy erről beszéljünk, hogy erről mindenki tudjon, nem csak mi, nem csak az a korosztály, aki ezt megélte, főként valamilyen formán. Tehát mindenképpen beszélni kell róla, hogy a fiatalok is érezzék azt, hogy ez egy csúnya, ronda esemény volt. Tehát először is ugye a Hév állomás, aztán van már egy következő, amit szintén egy kicsit kibővítettünk a megemlékezésnek, a Waldengelok tér. Ez az a tér, ahol zömében laktak azok az emberek, akiket elvittek, úgyhogy itt úgy szoktuk a megemlékezést, hogy a német iskolások is jönnek, és egy vagy énekelnek, vagy prózát, vagy verset mondanak, és hát ezáltal azért ennek az egész emlékezésnek a színvonalát, meg hát az egész eseményt úgy emeli ez, hogyha gyerekek is ezt átérzik, hogy itt mi is történt. És ide mindenkit meg szoktunk hívni, tehát a város vezetése is, a polgármester úr, a képviselők, tehát azért ezt egy kicsikét úgy igyekszünk, de itt is akkor megemlékezés van, és koszorúzunk. Aztán van egy helyünk, ahol szintén mindenféleképpen emlékeznünk kell. A régi temetőbe van egy kereszt, amit a Pomáz Barátai Társaság épített, vagy emelt, azért, hogy emlékezzünk azokra, akik elhunytak már, tehát, és ezt pár évvel ezelőtt készítették, úgyhogy itt is emlékezünk a halottainkra. Sajnos ma már lassan csak olyanok vannak, akik elhunytak, mert ugye 77 év az egy elég hosszú időszak, és azért nem mindenki
gyerek, tehát nem fiatalon, inkább a közép és a fiatalabb vagy idősebb korosztályt vitték el. Tehát a következő emlékezési helyünk a grotta, úgynevezett grotta, ez a pomázi kitelepítetteknek a kápolnája. Ez azért fontos és érdekes és gyönyörű szép úgy egyébként. A Schönstatti kegyhely, van egy ilyen zarándokhely kint Németországban, aminek a kápolnájában egy madonna van kisdeddel, és annak a majolika mását a kintiek, a kinti egyesület ajándékozta az itthon maradottaknak, a pomáziaknak, és hát így került oda, és köré, a Madonna köré egy gyönyörű szép kőből készült kápolna lett építve, és maga az oltár, az pedig azon tölgyes kálmán volt itt a plébános, amikor ez a kitelepítés zajlott, és ez a oltár, ez már akkor is megvolt, tehát ez úgy került oda, ez egy régi, tehát e köré készítették a helyi lakosok, tehát a kőkápolnát, és egy gyönyörű szép kovácsolt vas két szárnyú kapuja van, amit ha kinyitunk, olyan, mintha egy angyal szárny lenne a kápolna előtt. Szárnyos oltár. Igen, igen, és hát itt is úgy szoktuk, hogy a német pappal, tehát itt egy kis emlékezés van, koszorúzunk. Hát nem feltétlenül, mert sajnos akik itthon maradtak, már nagyon-nagyon kevesen beszélik a nyelvet, sőt azt lehet mondani, hogy szinte nem. Akik beszéljük az irodalmi nyelvet, és hát lehet, hogy az sem. De erre az alkalomra minden alkalommal meghívunk egy német papot, Gödről szokott jönni, és ő hát németül misézik, és előtte itt a grottánál is van egy kis áldás, és egy éneklés, és akkor úgy vonulunk be a templomba, és ott tartjuk meg a misét. Tehát ez egy gyönyörű szép misé, ezt érdemes megnézni, aki még nem volt, mert maga a szertartás alatt a Singen den Schwaben német kórus, ez is a német közösségünknek a kórusa, ezt a kórust a Polonkai Zsuzsanna vezeti, aki egyben a Német Kulturális Egyesületnek az elnöke is. És hát itt ezek a betétdalok, ahogy elhangzanak, hát gyönyörű. Tehát az egész mise egy olyan hangulatot, olyan méltóság teljes lesz ez az egész megemlékezés ezzel. A mise végén ott is a templomban is van egy tábla, ahol föl van írva, és hát emlékezünk emlékezetként, igen, a kitelepítetteknek a száma, meg minden. Ez mekkora vérösszessége volt a pomázi németségnek, ez a 1030... Hát 1035 fő volt, akkoriban én úgy tudom, hogy olyan 7-8 ezer lakosa volt pomáznak, hát már most 18-19 ezer. Hát ezt mondom, az vegyes lakosság lehetett már. Vegyes lakosság, sőt, ugye először itt szerb családok laktak, de hát magas volt a sváb családoknak az aránya. Nagyon magas. Igen, igen. Akkor igen. Nyilván tudnak, vagy volt, biztos, hogy kellett lenni sajnos, szétszakított családok. Tehát voltak, igen, itt maradt. Egészen biztos. Sőt, van egy olyan család, hát nem nagyon tudjuk a közösségünkbe behozni, pedig egy nagyon-nagyon kedves, jó teremtés, a Vicsi Lászlóni, a Margitka, őket is kitelepítették, és hazajöttek, tehát ő a mai napig él, és hát sűrűn meglátogatom. Úgymond visszaszedett akkor, nem? Hát visszaköltöztek, visszavútoroztak, nem tudtak ott meglenni, tehát azóta se. Igen, jár a közösségbe sokáig, most az egészségi állapota nem igazán engedi, úgyhogy, de tartjuk a kapcsolatot feltétlenül, mert
egyébként is megérdemli, egy nagyon-nagyon kedves ember. Úgyhogy... Hát azt hiszem kötelességünk rájuk emlékezni. Így van, így van. És hát még ennek a megemlékezés sorozatnak ezzel nincsen vége, mert a Német Közösségi Ház az egy gyönyörű ház, és annak a falán is van emléktábla, ami hirdeti a kitelepítetteket, és utolsó eseményként ott szoktunk koszorúzni, és utána ott a közösségi házban van egy kis emlékműsor, ott is a német iskolás gyerekek vagy szavalnak, vagy prózát mondanak, vagy énekelnek, és a zeneiskolából is szoktunk meghívni zenészeket, tehát gyerekeket, tanulókat. Ők adnak műsort, és a Singenden Schwaben, ez a német kórus énekel, tehát egy németül énekel a kórus, és gyönyörűen, tehát tényleg jó, és utána viszont itt is egy kis megemlékezés van, már azért mondom, hogy kis, mert azért mindig valamilyen eseményt becsempészünk ebbe a megemlékezésbe, ami esetleg már elhalványult, hogy mégis mik is zajlottak, mert menet közben is voltak történések, amiről esetleg nem tudnak. És hát utána pedig van egy kis ilyen kínálás, egy kis fogadás, mert erre a közösségi házba meg szoktuk hívni természetesen a városunk elöljáróit, a önkormányzatot, és hát ha a pap eljön, őt is mindenképpen, és általában a szomszéd település Csobánkáról is meghívjuk a német önkormányzat elnökét, illetve a tagjait, mivel a hívállomásnál a koszorúzást együtt szoktuk csinálni, nekik is ott van egy táblájuk, mert a pomázi, vagy a csobánkaiakat is innen telepítették ki, a pomázi vagonokba vitték el őket is. Úgyhogy azért így egy kicsit próbáltuk összehozni, hogy akkor közösen koszorúzzunk, és akkor utána van egy kis baráti beszélgetés is, és hát egy kis vendéglátás. Szép és méltó. Úgyhogy igen, tehát nagyon-nagyon igyekszünk arra, hogy mindig méltóság teljesen ezt az egész emlékezést úgy készítsük, és úgy szervezzük, hogy jó legyen és szép sok legyen. Sok sikert kívánok! Köszönöm szépen, remélem az idén is nagyon jól fog sikerülni.